Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Ágazati képzőközpontot nyitott a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kecskeméten. Adásunkban Ignác Bencével, a Kecskeméti Szakképzési Centrum igazgatójával és Szeverényi Andreával, a központ ügyvezetőjével beszélgetünk. Ezt követően megmutatjuk, milyen az igazán jó rétes. Múlt héten stábunk élményfestésen forgatott a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban, ahol a cél az volt, hogy ne azonosítsák a mentális betegeket betegségükkel. Már is kezdünk. Ágazati képzőközpontot nyitott a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kecskeméten a Bibó István utcai képzési helyén. Az Európai Uniós pályázati forrásból megvalósult több kereskedelmi ágazat gyakorlati képzésére is alkalmas modern szaktantermet nemrégiben adták át. Köszöntöm a stúdióban Szeverényi Andrát, a képzőközpont ügyvezetőjét, és Ignác Bencét, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatóját. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Jó estét kívánok! Mielőtt belemennénk és részleteiben beszélgetnénk a Szakképzési Centrumról és a szakképzés, illetve a képzőközpontról, tegyük tisztába, hogy mi is ez az ágazati képzőközpont. Az ágazati képzőközpont egy duális képzőhelyként működő vállalkozás, egy önálló jogi személyiség, amely gyakorlatilag a tanulóinknak, a centrum tanulóinak a gyakorlati képzését szervezi, és megpróbál összhangot teremteni ugye a gazdaság szereplői, illetve a szakképző intézmények között. Mikor és hogyan jött létre ez a képzőközpont? Kik a tulajdonosai? A maga az ágazati képzőközpont gondolata az ott 2019-2020-as évben az új szakképzési törvényben jött létre, és ahogy említette, ehhez kapcsolódott ez a projekt is, amelynek az volt a célja, hogy olyan képzőközpontot, duális képzőközpontot hozzunk létre, ahol minél inkább a gazdasághoz közeli képzések zajlanak. Ez a hosszú folyamatnak vagyunk most a végénél, és két Kecskeméten prominens cég bevonásával, az Univer Coop Kft-vel, illetve a Kész Holdinggal egyetemben a Kecskeméti Szakképzési Centrum hozta létre, és pont a napokban került bejegyzésre ez az új duális képző itt Kecskeméten. Tehát létrejött ez a jogi személy, ugye az iskola, illetve a két gazdasági szereplő hozta létre közösen, és elkezdődik a munka. Hogyan tud segíteni a képzőközpont a gyakorlati képzésben? Nagyon sokat tud segíteni. Elsősorban a diákoknak olyan képzőhelyet tud biztosítani, amely valós piaci körülmények közé tudja helyezni magát az oktatást. Ezáltal ugye olyan versenyképes tudásra tudnak szert tenni, amellyel majd ugye könnyen tudnak boldogulni későbbiekben. Másodszorban maga a projekt keretében olyan laboratórium, szaktantermek jöttek létre, amelyek szintén a szakmai fejlődést idézik elő, és tud segíteni a vállalkozásoknak is, hiszen nagyon sok olyan képző van esetleg, aki nem tud bekapcsolódni a mai jogszabályok szerint a duális képzésbe, mivel sem adminisztratív, sem anyagi erőforrása nincs erre, hogy ezt meg tudja tenni. De mi ebbe tudunk segíteni, és be tudjuk őket is vonni így a képzésben. Egyébként, akik ugye a szakképzésben tevékenykednek, hogyan látják, mennyire nehéz gyakorlati képzőhelyeket bevonni a szakképzésbe? Azt tudom mondani erre, hogy mi mindig is jó helyzetben voltunk itt Kecskeméten országosan nézve, de vannak olyan ágazatok, ahol viszonylag sok a kisvállalkozó, akik nem biztos, hogy szívesen vállalják azokat az adminisztrációs anyagi terheket, amik viszont kellenek ahhoz, hogy a mostani szakképzésben képezzenek diákokat, és viszont szükségük van a munkaerő utánpótlásra. Mindenki tudja, hogy ez a manapság egy nagyon trendi dolog, hogy munkaerő hiány van, és pont ebben, ezen a ponton tud segíteni az ágazati képzőközpontunk, hogy ki tudja helyezni oda a diákokat, tudnak segíteni abban, hogy látják őket munka közben, és 1-2-3 év múlva, amikor végeznek, akkor megalapozott döntéssel tudják fölvenni az új munkaerőt. Én ebben látok nagyon nagy lehetőséget. Most ugye a munkáltatók oldaláról néztük, illetve a képzőhelyek oldaláról néztük, de a diákok mit érzékelnek a képzőközpont munkájából, létezéséből? Olyan diákoknak is tudunk szakképzési munkaszerződést
diákokkal is tudunk szakképzési munkaszerződést kötni, akiknek idáig nem volt lehetőségük erre. Ez azt jelenti, hogy maga az ösztöndíj az már egy munkabér, tehát egy jóval magasabb ösztöndíjat kapnak, mint amennyit egyébként kapnának. Illetve ugyanolyan munkavállalói jogaik vannak, mint egy munkavállalónak, szabadságuk van nekik, különböző kafetériában részesülnek, ugyanúgy mindent tud biztosítani az ágazati képzőközpont, ugyanúgy, mint egy munkahely. Csak a közoktatásban szakképesítés szerzők, vagy a felnőtt képzésben résztvevők is részesülhetnek ezekből az előnyökből, használhatják? Így van, nem csak a gyerekekről, a diákokról, a nappali tagozatosokról beszélünk, hanem természetesen a felnőtt képzésben tanulók, akik nálunk vannak, ők is igénybe tudják venni az ágazati képzőközponton keresztül, és különböző konstrukciókkal kedvezőbbé teszi az ő foglalkoztatásukat. Tehát ha a felnőtt munkavállalóról van szó, akit képezni kell, abban az esetben is érdemes a az ágazati képzőközponton keresztül foglalkoztatni, gyakorlatot adni neki, és ezáltal megszerezni az új munkaerőt, én mindig ezen vagyok. Beszéljünk a számokról. Hány tanuló, és akkor ugye nem csak diákokat, tehát fiatalokról, hanem ugye felnőttekről beszéljük, hány tanuló érintett ebbe a programba? Lehet érintett? Hát az, hogy mennyi lehet érintett, én azt tudom mondani, hogy most jelenleg a Kecskeméti Szakképzési Centrumnak a tanuló létszáma az 6500 körül van. Ebből körülbelül 2000-2500 felnőtt képzési jogviszonyos van, illetve a nappali tagozatosok között az új szakképzésnek megfelelően azért van egy ágazati alapképzést, amit a saját tanműhelyünkben magyarul nem engedjük ki a gyerekeket alapvető fortélyok nélkül, tehát hogy tényleg be lehessen őket vetni. Én úgy gondolom, hogy körülbelül az a 3000-3500 gyereket is érinthetne, de értelemszerűen azért a cégek egy részüket elviszik, de úszkve azt lehet mondani, olyan 150-200, akár 300 gyereket 2-3 éven belül szerintem tud foglalkoztatni a képzőközpont. Jól sejtem, ahogy azt várjuk, illetve azt reméljük ettől, hogy a szakképzés, aminek ugye egy jelentős szegmens, a gyakorlati, a tényleges, a kézzelfogható tudásnak a megszerzése, ez biztosítva lesz, illetve hatékonyabb lesz? Mindenképpen hatékonyabb lesz, ugyanis arra is lehetőség van, sőt, ez is a tervünk, hogy nem csak a gyakorlati képzést, hanem az elméleti képzést is kiveszünk, és ha már nagyon szorosan erről beszélünk, akkor nincs is már elválasztva az elmélet és a gyakorlat, tehát tulajdonképpen együtt tudják tanulni a tanulók ezeket a készségeket, képességeket, illetve megszerezni azokat a kompetenciákat, amik feltétlenül szükségesek a választott szakma gyakorlásához. A Kecskeméti Szakképzési Centrum fizikailag milyen területen van jelen? Honnan jönnek a diákok? Kik érintettek ebben? A mi szakképzési centrumunk 3 járásra koncentrál. Értelemszerűen a legnagyobb a Kecskeméti járás, azonban északra tőlünk a Kunszentmiklósi járás, Kunszentmiklóson is van iskolánk, illetve délre tőlünk Tiszakécskén, a Tiszakécskei járás. Nagyjából a vonzás körzetet, hogyha be akarom határolni, én azt szoktam mondani, hogy olyan 50 kilométeres körzet az, ahonnan mi diákokat fogadunk és várunk. Természetesen az ország többi részéről is, mondjuk egy Mercedes gyárba azért Dunántúlról is jönnek diákok, de a fő létszámunk ez az 50 kilométeres körzet. Tehát azért is kérdeztem, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy a képzőközpont nem csak Kecskemét városára fókuszál, mert mondjuk a képzésben résztvevő partnerek lehetnek a környező településekről és ezekről a járásokról, tehát hogy túlmutató hatás a Kecskemét városon kívül. Sőt, hát elképzelhető olyan, hogy valaki nálunk tanul, de például Székesfehérváron akkor találunk neki munkahelyet, hogy ott él éppen, elköltözött, az ágazati képzőközpont felveszi a kapcsolatot, és akkor is próbál, esetleg fog tudni neki ajánlatot tenni. Tehát így lokálisan nincsenek határok. Végezetül a kérdés ügyvezető igazgatóasszonyhoz, ugye most alakult a képzőközpont, mire fókuszál, mik az első teendői, mi a fő feladata önnek most? Hát először is most ugye, hogy hivatalossá tettük már, és működő képességre a jogunk megvan, elsősorban a kamarával kell most ugye az engedélyeztetési eljáráson túl lennünk,
és utána szeretnénk megkötni még ebben a hónapban az első szakképzési munkaszerződéseket, legfőképpen ugye abban a három ágazatban, amely szerepelt ugye a projektben is, a kereskedelem, a gépészet, az elektronika, elektrotechnika ágazatokban. És utána szeretnénk kiterjeszteni ezt. Nagyon sok ágazatban érintett ugye a szakképzési centrum, és szeretnénk nyilván azokra a területekre betörni, amelyek megkívánják a jelenlétünket. Tehát ahol nem megoldott a gyakorlati képzés. Akkor most ugye eldördült a startpisztoly, és munka van. Igen, bőven, amihez sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy itt voltak, bemutatták. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Hétvégén rendezték meg a Kiskörösi Városalapítók Napja és Országos Rétes Fesztivált. A vendégeknek egy gasztronómiai és könnyűzenei programot kínáltak ezeken a különleges napokon. A helyszínen a régi koroknak megfelelően sütötték a réteseket, és a magyar konyha remekeit is meg lehetett kóstolni. Biztos vagyok abban, hogyha valaki a rétesre gondol, akkor először a tradicionális ízek jutnak az eszébe, úgy, mint például a káposzta, a megy, az alma vagy a túró. Azonban a világ fejlődik, halad, tehát már megjelentek az új ízek is. Itt Kiskörösön pedig különlegességekből nincsen hiány. Vendégem György Ildikó, a Kiskörösi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Jó napot kívánok! Én úgy gondolom, hogy minden háziasszonynak meg kell tudnia, tanulnia egy jó rétest elkészítenie otthon. Mi a titok, mondjuk, hogyha a tésztára gondolunk? Így igaz. A réteskészítés tudományát őseinktől örököltük, és génjeinkben hordozzuk. Tulajdonképpen nagyon-nagyon fontos számunkra, mert annak idején 305 évvel ezelőtt a Battai család szlovák telepesekkel népesítette be Kiskörös, és ezek az ideérkezők nagyon-nagyon értettek ennek a süteményfélének az elkészítéséhez, és természetesen mi ezt szeretnénk folytatni, és folytatjuk is tovább. A jó tészta elkészítésének lelke van. Elsősorban nagyon-nagyon fontos, hogy jó lisztünk legyen, és ha jó lisztünk van, akkor nagyon jól ki kell dolgoznunk a tésztát, hogy szép, hólyagos legyen, könnyen nyújthatóvá váljon, és természetesen azért még van egy néhány körülmény, hogy ne legyen húzatba, ne süssön rá a nap, mert akkor megcserepesedik. Sokféle fortéja van ennek, de úgy gondolom, mi kiskörösiek ehhez nagyon értünk. Ha jól tudom, akkor nem szabad elkapkodni a tészta készítést, mert akkor ugye elszakad. Én úgy gondolom, hogy minden magyar ember ugye azt mondja, hogy pálinkát bármiből lehet csinálni, de mi a helyzet a rétessel? Ugyanis, hogyha itt körbenézek, akkor azt látom, hogy százféle ízzel töltik meg ezt a süteményt. Ez így igaz, valóban a pálinkára is igaz az a mondás, amit az előbb hallottunk, de a rétesre ez azért teljesen nem igaz, mert a rétes egy nagyon-nagyon munkaigényes és időigényes sütemény. Természetesen ezt az ünnepek alkalmával készítették a szlovákok, megadták az időt, a kellő időt ennek a süteménynek az elkészítéséhez. Úgyhogy nagyon sok titka van, nem is tudom, hol is kezdjem. Milyen ízekkel szokták megtölteni ezeket a réteseket? Mik esetleg a különlegességek, amik most is megjelentek? Ha már elkészült a jó rétes tésztánk, akkor az ízek világa is az évek folyamán változott. Természetesen vannak a tradicionális ízek, amiről már az előbb hallottunk, és vannak az új ízek, amik tulajdonképpen a mostani modern világunkkal kerültek a rétesütés kellékei közé. Mégpedig itt az asztaloknál is tapasztalhattuk, hogy készítettek bodzavirágos és lekváros rétest, aztán készült epres, készült spárgás, penótos, rabarbarás és ehhez hasonló. És hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy még nem csak, hogy ezek a fajta ízek, de azért még a kolbász is előkerül, meg a sonka is, és készült olyan rétes is, az egyikben kolbász van, a másikban pedig sonka. Egy kicsit lehet, hogy hasonlít a pizzára, de mi ezt kolbászos rétesnek nevezzük, meg sonkásnak. Minden várakozást felülmúlt annak az élményfestésnek a sikere, amit múlt pénteken rendeztek a Bácskiskun vármegyei oktatókórházban. Együtt alkottak, ismerkedtek a pszichiátriai osztály és más területek szakemberei, a cél pedig az volt, hogy ne azonosítsák a mentális betegeket betegségükkel, ne kelljen stigmákkal élniük a gondozottaknak és gondozóiknak sem. Együtt a világban, avagy stigmán innen is túl. Ez volt a mottója a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban múlt héten rendezett élményfestésnek. A különleges programon együtt alkottak a pszichiátriai osztály és más területek szakemberei. A cél pedig az volt, hogy leszámoljanak azokkal a stigmákkal, amelyekkel a pszichiátriai betegeket és ellátóikat bélyegzik meg nap mint nap.
A pszichiátriai osztály úgynevezett antistigma programja 3 eseményből áll az idei évben. A múlt heti kórházi élményfestés volt az első, ezen a szakma képviselőit szólították meg. Az első eseményt a kórház dolgozóinak, nem pszichiátrián dolgozó munkatársaink számára szervezzük. A második esemény szeptemberben egy országos programhoz való csatlakozás, egy 24 órás festés lesz, a harmadik pedig egy gálaműsor, amelyben a pszichiátriai betegek színjátszó csoportja a betegségükkel kapcsolatos személyes megélésük, narratívájuk alapján állítanak össze egy rövid, mondjuk így, hogy színdarabot. Mindhárom program célja, hogy minél többen ismerjék fel, a pszichiátriai betegek nem csupán betegek, nem a diagnózis definiálja őket. Ők mindannyian színes egyéniségek, érdekes élettörténetekkel, ugyanúgy megilleti őket a tisztelet és az odafigyelés, mint bárki mást. Azt tapasztaljuk, hogy ők hátrányban vannak, akár az egészségügy berkein belül is, de ugye a társadalomban mindenképpen, és hogy ez ellen szeretnénk küzdeni erre a tényre, és arra, hogy mit lehet ellene tenni. Erre szeretnénk a kollégák figyelmét elsősorban most felhívni. Pintér Dóra klinikai szakpszichológus jelölt vezette a kórházi élményfestést, aki eredetileg festőművésznek készült. Szakmai tapasztalatainak nagy hasznát veszi a betegek művészetterápiája során. A művészet az egyetlen olyan humán specifikus tevékenység, ami tényleg nem található meg az állatvilágban, és az alkotásnak az öröme, a létrehozásnak, a nyomhagyásnak az öröme, az pedig egy ősi, emberi, szintén emberi késztetés, és mindenkiben ott van. És mindezeket egybevéve nagyon fontos a gyógyításban, önmagában is gyógyító ereje van szerintem a művészetnek, azon túl, hogy összehoz embereket, hogy utána meg lehet nézni, el lehet gondolkodni, inspirálhat. A helyszínen olyan híres festők albumait is bemutatták, akik mentális betegséggel éltek, de az osztály egyik páciensének alkotásaiból is inspirálódhattak a résztvevők. A szervezőket is meglepte, milyen nagy volt az érdeklődés, a sebészettől az onkológiáig minden területről érkeztek kollégák. Hatalmas lelkesedéssel, nyitottsággal és bátorsággal álltak neki a közös festésnek. Fantasztikus tapasztalás volt, hogy úristen, hát azért lehet valamit alkotni a semmiből, és hát én a semmiből jöttem, tehát én nem tudok még nagyon rajzolni se. Az önfelett alkotás jó alkalom volt arra is, hogy megismerjék egymást a szakemberek. Ezzel pedig a pszichiátriai dolgozók stigmatizálása ellen is nagy lépést tettek a szervezők. Az élményfestés fantasztikus hangulatban telt, szebbnél szebb alkotások születtek, ezeket hamarosan be is mutatják a kórházban. Az a terv, hogy a kórház lift galériájában egy kiállítás fog majd nyílni belőlük, és gondolkodtunk azon, hogy később majd a kórházunk falait fogja díszíteni, emlékeztetve mindenkit erre a mai remélhetőleg nagyon kellemes hangulatra, és arra is, hogy milyen nagyszerű dolgok születhetnek abból, hogyha az előítéleteinket megpróbáljuk levetkőzni. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást hajt végre a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2023 néven. Az adatgyűjtés célja, hogy nyomon kövesse az ágazaton belüli változásokat, illetve hogy pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás az Európai Unió és a gazdálkodók számára. A tervek szerint TAO forrásból hamarosan megkezdődik a Széktói stadion több mint 500 millió forintos felújítása. A közgyűlés elé frissen készült előterjesztés szerint új fűthető labdarúgó pálya épül, elindult a fedett nézőtér tervezése, valamint a vendégcsapatok busza saját parkolót kap majd. A napokban az egykori hullámvendéglő és a GANF közötti szakaszon is elkezdhetik használni az új útfelületet az autósok az Izsáki úton. Kecskemét önkormányzatát arról tájékoztatta a kivitelező, hogy az 52-es főút négynyomósítása újabb szakaszához érkezett. Harmadik alkalommal érkezett a Hírös Agórába a Hangszert a kézbe című kiállítás, ahol minden korosztálynak lehetősége van kipróbálni a 7 szekcióba rendezett közel 140 hangszert.
Az Arany János Általános Iskola előtt jöhet létre Kecskemét első K+R Kiss and Ride, azaz Puszi és Menny parkolója. A megállóhelyeket augusztus 15-től alakíthatják ki. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én köszönöm, hogy ma este velünk tartottak, számítunk Önökre holnap is, viszontlátásra!